Igazságtalannak tartja a demokratikus koalíció, hogy éppen azok nem kapják meg a nyugdíjprémium maximális összegét, akiknek a legnagyobb segítséget jelenteni az egyszeri támogatás. Az Egyenes Beszéd kontrában Gréci Zsoltot Rónai Egon mellett Horváth Gábor és Vicsek Ferenc kérdezi. Jó estét, és tiszteltek, köszöntöm Önt is, képviselő úr. Amit mond az előző mondatban Szakály Erzsi kolléganőm, az persze igaz, de a nyugdíjasok ezt nem torolták meg a kormányzatot, sem most, sem az elmúlt években, hogy ez mindig is így van. Mielőtt válaszolok a kérdésre, gyorsan hadd tegyek egy bejelentést. Most már lassan 10 perce a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselői, a frakció valamennyi tagja ott áll a Kossuth téren, és reggel 6-ig ott is maradnak, ott is maradunk. Én is azért vagyok most ilyen pulóverben, amire még majd újabb pulóverek érkeznek, mert hogy szolidaritást vállalunk azokkal a hajléktalanokkal, akiket bűnözőnek tekint ez a kormány. És tehát természetesen tudjuk az összes létező körülményét ennek az egész hajléktalan ügynek, ami, vagy válságnak, társadalmi jelenségnek, ami jelenleg zajlik, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az emberek tiszta utakon, utcákon, tereken szeretnének élni, és azt is látjuk, hogy sok ember zavar a tömeges hajléktalanság az utcán, és azt is látjuk, hogy sokak biztonságérzetét is zavarja a hajléktalanok jelenléte. Ebben egyet is értünk a kormánnyal, hogy ezen valamilyen változtatást kell tenni, de azt, hogy bűnözőnek tekinteni hajléktalanokat, most olvastam, idefelé jövet, hogy valahol az engedélyük nélkül valamelyik önkormányzat megsemmisítette minden vagyontárgyukat. Az milyen vagyontárgyuk lehetett a hálózsákon? Lehet, hogy még fénykép is volt rajta. Szóval a törvény, hogy nem őrzik. Hát igen, de szerintem ez sem tisztességtelen. Hát nem humános. Igen, és azért így gondoljuk, hogy ezt a fajta társadalmi szolidaritást a Demokratikus Koalíciónak mindenképpen meg kell jelenítenie. Azt mondja, hogy a képviselők már ott vannak a parlament előtt, de ezt így tudjuk, és most tudjuk meg öntől ebben ezt a másodpercben jelentettem be, igen. A nyilvánosság számára, ez holnap reggel 6 óráig így lesz. Mondjuk a reggeli újságot nem fogják elérni vele. Szándékosan. Ja, hát ha ez a cél, akkor sikerül? Nem, de hát azt gondolom, hogy a gesztus a fontos ez ügyben, és a DK-nak egyébként vannak konkrét javaslatai is a dolog megoldására. Egyrészt jó lenne például olyan törvényjavaslatot fog a DK-ben nyújtani, hogy a TAO pénzeket ne csak sportra, most már kultúrára nem, de ne csak sportra lehessen költeni, hanem mondjuk a szegénység felszámolására, arra is lehessen adományozni TAO pénzeket. Azt is támogatnánk, az is egy törvényjavaslat, hogy az önkormányzatok minden egy forintja, ami a hajléktalan szállókra vagy melegedőkre megy, ahhoz az állam tegye hozzá a másik egy forintot. Tehát ha lesz mondjuk 500 000 forint az önkormányzat kasszájából, ott a másik 500 000 tegye hozzá a kormány. És egyébként még azt javasoljuk, hogy hát jönnek a téli hónapok, üresek lesznek a stadionok, amelyek amúgy is nagyon üresek, senki nem fog ott futballozni, ki kell nyitni a stadionokat, és lehetőleg a templomokat is, hogy ahol a hajléktalanoknak, vagy a szállásra igénytartóknak szüksége lehet, ott ezt a gesztust szerintem érdemes megtenni. Ezt is javasoljuk. A Kossuth téren állnak egy csoportban a Demokratikus Koalíció képviselői. Igen. És ez a legjobb kifejezése annak, hogy szolidárisak? Szerintem ez egy erős gesztus. Igen, az egész éjszakát ott fogjuk tölteni reggel 6 óráig. Senki nem fogja látni. Hát természetesen de, mi... Vagy a saját tudósítói rendszerünket természetesen mozgatták. Sőt, azt is tervezzük, hogy mondjuk Vadai Ágnes és Volá Lajos még az éjszaka folyamán felkeres hajléktalan szállókat. Tehát ez nem csak egy ilyen... Ja, azért, mert ez így nem tűnt, úgy már logikusnak igen, tűnik, hogy valamit csinálnak. Kicsit elképesztő, hogy ezt most tudjuk így meg, hogy már ott zajlik valami. Igen, éppen. Most már 14 perce és 5 másodperce zajlik. De hogy hajléktalanokon. És ami viszont az eredeti kérdésre vonatkozott, a nyugdíjasokra. Ott valóban azt lehet látni, hogy a kormány visszaél azzal a helyzettel, hogy nagyon sok nyugdíjas nagyon nagy bajban van, és nagyon pici pénzzel is hát ilyen kvázi boldogságot el lehet érni, vagy úgy tűnik, mintha törődnének velük, és nagyon sok nyugdíjas nem tudja, hogy a törvényeket éppen úgy variálja, vagy úgy játssza ki az Orbán kormány, hogy a nyugdíjprémiumot például akár be is építhette volna a nyugdíjtörvénybe, és akkor mondjuk 2020-ig minden nyugdíjas, tessék kapaszkodni, 170 000 forinttal kapna többet. De ezt a törvényt egyébként Bajnai Gordon hozta. A nyugdíjprémiumot. Igen. Az Orbán kormány pedig 9. éve kormányoz, tehát éppenséggel az Orbán kormányt nem szokta zavarni, hogy 24 óra alatt mondjuk megszüntesse a lakástakarékokat, tehát akár a nyugdíjprémiumra vonatkozó
a világválság idején született törvényt ebben a fantasztikus bőségben és áradatban, amiben ma él ez az ország, ebben a fantasztikus jólétben éppen megvariálhatta volna már úgy, hogy azoknak, akik 80 ezer forint alatt van a nyugdíja, azok most már tényleg csak töredéket kapnak, akinek meg 200 ezer, az meg magasabb nyugdíjprémiumot kap. Ez is igazságtalan. Ez a rendszer. Hát ez nagyjából az adórendszer logikáját követi, akinek több van, az nagyobb kedvezményt tud igénybe venni, akinek kevesebb van, az meg jobbára sem. Igen, csak hát szerintem érdemes lenne ezt a fordított Robin Hood technikát megfordítani, és nem a gazdagoknak adni, hanem a szegényeknek adni, a nyugdíjügyben is. Azon töprengek, hogy ugye a DK elég sokat vesztett a reményeihez képest a szavazatszámból, aki az áprilisi választáson, hogy 5-600 ezer szavazatról beszéltek, 300-ig néhány ezeret kaptak, tehát nagyjából a felét a reményeiknek. És azt szokták mondani, hogy a DK az idősebb választóközönség pártja elsősorban. Tehát pont ott nem rezonálnak ezekre a mondatokra, ahol a leginkább várható lenne, és hát önök rendszeresen foglalkoztak a nyugdíjasok problémáival, nem csak most, hanem az elmúlt években is. Tehát minthogyha nem is hallanák meg, hogy mit beszél a DK. Hát szívesen megnéztük volna, mondjuk a DK nem véletlenül kérte az újraszámlálást, hogy valóban mennyi szavazatot kapott a DK, de hát itt akkor ez már nagyon messzire vezet ez a beszélgetés, mert akkor ez a közszolgálati médiának a szerepét is még így kéne nézni, hogy nagyon sok nyugdíjas például gyakorlatilag csak azt nézi, még ha nem is túl nagy számban, de lehetnek ott a DK-nak például komoly, hát hogy úgy mondjam, elvileg tartalékai, csak hát a demokratikus koalíció mondjuk nem kerül be. Jó, és ezt hogy fogják tudni megváltoztatni a következő években, hogy mégis eljusson a hangjuk azokhoz, akikhez szólnak? Hát nyilván meg kell próbálni még szervezettebbnek lenni. Azt gondolom, hogy az ellenzéknek közös felelőssége, valamennyi ellenzéki pártnak, hogy az úgynevezett közmédia az nem maradhat így. Tehát még 4 évet így nem lehet végigcsinálni, azt gondolom. Próbálkoztak már mindennel, volt itt már bojkott balról, most éppen bojkott jobbról. Ezek a dolgok úgy tűnik, hogy leperegnek, tehát valamit ki kellett találni. Hát szerintem ennél erősebb gesztusokat is tehetne az ellenzék. Az a kérdés, hogy ezt sikerül-e összefésülni. Valamit ki kell találni. Igen, tehát... csak ezeket nem külön-külön kellene. Nyilván egyszer az lenne a jó, ha mindenki, akit ez érint, összeülne egy asztalhoz és megbeszélni. Nekem egyébként arról jutott csak eszembe, hogy amit Vicsek kolléga kérdezett az imént, hogy hát most ott állnak a parlament előtt, mind a 80 tudják, hogy ott van. Hát de ők sem tudnak róla. De azok az újságírók se, akik esetleg érdeklődnének és tudósítanának róla. Egyrészt szerintem elég hamar lesz ott már sajtó, másrészt pedig szándékosan időzítettük ezt így, pontosan azért, mert hogy ez attól a pillanattól él, ahogy én ezt hivatalosan itt bejelentem. Aki akar eljön, aki akar megtalál minket, a Facebook tele lesz azzal, hogy mi ott vagyunk. Nem lenne több haszna, hogyha vajas kenyeret kennének a képviselők és meleg teát osztogatnának? Szeretném jelezni, hogy ez is be van tiltva ma Magyarországon. Tehát hivatalosan tudom, az sem lehetséges. De annál szebb és látványosabb akció, mint amikor elviszik a képviselőket, és rendőrségi autóban lehet őket utoljára látni, mielőtt eltűnnének a Gyorskocsi utcában a kapu mögött. Egy vajas kenyérkedés miatt azért ezt tegyünk hozzá. Ennél politikaibb akció. A DK nagyon sok ilyen akciót csinált már, a Blaha-Lujzatéri ételosztásoktól kezdve, számos civil szervezettel összefogva rengeteg ilyen akciót csináltuk. A DK-nak erre külön akciócsoportja van, úgy hívják, hogy DK segít, amelyik hát többnyire csendesen végzi ezt a munkát. Nem kell mindent nagy dobra verni, de csináljuk természetesen. Az előbb azt mondta, hogy hát az lenne jó, hogyha az ellenzékiek összefognának. Mi például egyedül állunk a Kossuth téren. Tehát, hogyha fordítva született volna, vagy fogalmazódott volna meg a mondat, hogy és tárgyaltunk a DK-ra jellemző módon az összes ellenzéki párttal, mindenkit meghallgattunk, és közösen úgy döntöttünk, hogy az összes ellenzéki párt, a Jobbik, stb. Szerintem mindegyik elment volna. És nem lenne megint az a bélyeg a DK-n, hogy na, megint a DK elnöke, következik egy név, amit most nem akarok idehozni, kitalált valamit. Hát de nem akarom, nem a negatív bélyeget, hanem a működést akarom fölmutatni. De hát hogy most valamit kitaláltak, és a többiek, mert ugyanígy emlékezzen, így volt ez a tüntetés is. De el tudom mondani, hogy holnap például egy másik párt, amelyik most én nem mondjam a nevét, szervez egy tüntetést a CEU mellett, anélkül, hogy bárkit megkérdezett volna erről bármelyik más pártot, pedig ott is lehetett volna. Azt nem, mennek? Szerintem nagyon sok ez a Momentum lesz ott. Szervezte tüntetést. Igen, tehát ott sem volt semmiféle egyeztetés. Igen. Egyébként még a DK éppen nemrég egy vizsgálóbizottságot akart létrehozni, amit a Jobbik kapásból letörölt, és emiatt még a
az aláírásokig sem jutottunk el, pedig a független képviselők, az MSZP és a Párbeszéd is támogatta. Én csak a gesztusokról beszélek, hogy sokkal biztos, hogy sokkal bonyolultabb, mint ahogy innen látszik. De hogy szerintem az emberek pontosan értik, hogy a DK miért teszi ezt a gesztust, és szerintem ez rendben is van. És akkor holnap javasolni fogják, hogy üljenek le és beszéljék meg, hogy lehet a média gyűrűből kitörni valahogy az összes többi ellenzéki pártal, mert szerintem ez egy jó gondolat volt, nekem ez így szimpatikus elsőre. Akkor ez is egy bejelentés? Ez nem bejelentés, hát, ez az én vágyálmom, hogy ezt meg kellene tenni, és nyilván itt a jogi, a nemzetközi fellépés, és hát bizony-bizony akció értékű fellépéseket is lehetne, meg kellene csinálni. Amit a Jobbik akciózott itt október 23-a kapcsán, az ellenállás, amit egyébként a DK maga is meghirdetett, az hogy tetszett? Lakat Polt Péter házán és a többi. Igen, itt az a furcsa nekem, hogy ugye most éppen tojásokkal dobál az a párt, amelyik 2006 őszén még Molotov koktélokat dobál, tehát azért egy kicsit most egy ilyen... Azért ez békésebb. Igen, egy kicsit szoftos megoldás az ahhoz képest, amit 2006-ban még a Jobbik jónak látott. Meg is kapták vélemény... a bókét Balja Zsoltól a mostani miatt, hogy képzelik ezt. Így, miközben hát 2000-ben autókat gyújtott ugyanez a brigád. De szerintem minden egyes gesztus, minden egyes dolog, ami ezt a rendszert valamilyen módon bontja, fűrészeli, reszeli, megmutatja, hogy ez elviselhetetlen, az szerintem jó. Nekem semmi bajom nincs azzal, ami ott történt. Vannak ilyenek. Volt itt egy összerendzéki tüntetés, amely kapcsán Vágó Gábor, aki az LMP nevében szólalt volna, föltett megjegyzést egy Facebook posztban arra, hogy a DK-s aktivisták meg akarták volna akadályozni a hírek szerint az ő felszólalását ezen a tüntetésen. Látom erről magam előtt a DK-s aktivistákat, akik éppen Vágó Gábort akarják megakadályozni. Hát derűsen néztem magam elé, amikor ezt az úgynevezett hírt olvastam. De ez nem egy derűs hír, mert ez megint arról szól, hogy bezzeg a DK mit csinál. De bocsánat, nekem nem számít különösebben, hogy ez ügyben Vágó Gábornak mi a véleménye. Nekünk erős árnyalatú vélemény. Biztos, hogy nincs igazsága? Nekünk biztos, hogy nincs. Erős árnyalatú véleményem van arról, hogy milyen ember vagy, hogy mit művelt az MSZP-DK. LMP tárgyalásokon, és ezzel mennyiben járult hozzá ő maga is a kétharmadhoz, de soha nem tennénk olyat, hogy most akkor Vágó Gábor ne beszélhessen. Egy dolog a DK része ez ügyben, a DK szónokát, azt majd a DK határozza meg, hogy az kicsoda. De az, hogy milyen pártok, és milyen szervezetek, és kik, és mondja kik, ezt arra mindegy utalva, nekem. Hogy a múltkorjában volt, aki azért nem ment el egy tüntetésre, mert a Gyurcsány Ferenc is felszólalt, most meg azt kérték, hogy Gyurcsány Ferenc semmiképp nem menjen oda? Nem, ilyenről nem volt, hogy Gyurcsány Ferenc nem menjen a Demokratikus Koalíciónak, ez egybeesett a saját születésnapjával, ami egy bevett állandó ünnepe a DK-nak tortavágással és elnöki beszéddel. Ez a két rendezvény majdnem egymásba ért. Egyébként pedig a Hadházi Ákos féle korrupcióellenes fellépéshez jól illett a DK Földi Juditja, aki TAU pénzügyekben, meg az Orbáni kisvasút ügyében tett erős gesztusokat, és azt gondolom, hogy legitim volt az ő jelenléte. Van a DK-nak dolga a gyurcsányfóbiával, ami állítólag a választók egy jelentős részében jelen van, és állítólag az ellenzéki pártok egy jelentős részében is? Hát szerintem nincs. Szerintem a Gyurcsány Ferenc az utolsó politikus, aki legyőzte Orbán Viktort, aki választást nyert demokrataként. És ez most már így is marad örökre? Ezt én nem tudom, de hát ez, tessék, szabad a pálya. Már elég sokan jelentkeztek Botka Lászlótól Bajnai Gordonon át, és még a további neveket nem sorolom, de szóval van Vona Gábor, Szél Bernadett és mások. Fordítva is igaz. Már hogy érte? Hát az Orbán legyőzte Gyurcsányt, és azóta ő van. Hát Orbán még sosem győzte le Gyurcsányt, ezt azért rögzítsük. 2010-ben hát, Mesterházi Attilát győzte le, Gyurcsány Ferenc hát, egyszer indult Orbán. De bocsánat, nem. Miniszterelnök jelölt TV-tában egy ilyen volt, az 2006-ban volt, az Gyurcsány Ferenc. Hát azóta nem is volt. De hát nem véletlen. De egyébként azt gondolom, hogy az országnak nem Gyurcsány Ferenc, vagy nem tudom én, bárki más az ellenzéki oldalon a problémája, hanem az, hogy éppen kitiltanak egy egyetemet Magyarországról. Hát Magyarországot nyilvánvalóan egy nem normális ember irányítja. Bocsánat, hogy ezt mondom. Hát aki odáig eljut a Soros fóbiában, a saját jótevőjével, aki nélkül ma nem is létezne Orbán Viktor a magyar politikában, az odáig jut a fóbiájában, hogy még azt az egyetemet is kitiltja az országból, amelyet ő alapított. Hát hol élünk?
Tehát ehhez képest, hogy mit gondol a, nem tudom én, melyik pár Gyurcsány Ferencről. Az nem vita, én is sok mindent gondolok az, más pártokra. Az országnak nem Gyurcsány Ferenc, messze nem Gyurcsány Ferenc a legjobb problémája. Speciál az ellenzék... Nincs is ilyen probléma, igen. Speciál az ellenzéknek lehet, hogy az a problémája. De, hogy, de miért? Hát hogy... Mondjunk egy okot rá. Hát nagyon jó kérdés, ezt akartam megkérdezni. Hát hogy miért van az, hogy miért van az, hogy se vele, se nélküle nincsen rendes ellenzék, de vele sincs. Tehát ő sem tudja se... egyesíteni, se feltüzelni, se egy asztalhoz terelni az ellenzéket, pedig hát ha valakinek, akkor neki ebben volna gyakorlata. 2009 óta nem Gyurcsány Ferenc az ország miniszterelnöke. Azóta minden mutatóban gyakorlatilag az ország rosszabbul áll. Éppen olvastam, hogy megint csökkent a gyermekszületések száma. Gyurcsány a hibás? Hát ha kimegyünk az utcára, azért ez így nem lesz könnyen eladható. A fizetések teljesen nőnek például. A 27%-os áfával együtt. Jó, csak szeretném jelezni, hogy hát akkor vegyük néhány dolgot komolyan. Jó, de hát az áfát nem olyan könnyű szóba hozni, mert a választás előtt levitték, és utána a választás után vissza. Most mindegy, 27%-os áfát fizetünk, soha ilyen nem volt, ilyen drága nem volt a benzin, soha ilyen gyenge nem volt a forint, Gyurcsány idején ez mind erősebb volt és jobb volt. Magasabb az államadóság most, mint akkor volt. Egy fizetésből most több benzint lehet venni. Na jó, nem akarok én ebben vitatkozni, de olyan könnyen ezt nem lehet előadni, hogy Gyurcsány lelépése óta csak romlott a helyzet. A helyzet sok tekintetben de az összes többi pártnak 10 éve volt esélye, most már 2009 áprilisa. A DK-nak is volt ebből 7, tehát... A DK köszöni szépen, minden választáson erősödött. Az európai parlamenti választáson két mandátumot szerzett. Ebben a tempóban erősödik, akkor 120 év múlva se lesz kormány. Na de akkor ezt most akkor ültessük ide az összes többi pártot, hogy miért szavaztak kevesebben az LMP-re 2018-ban, mint 2010-ben. Az MSZP-nek azóta Gyurcsány... De tételesen kevesebben szavaztak, mint 2010-ben. Egyébként pedig az MSZP-nek Gyurcsány óta volt 5 elnöke, meg 3 miniszterelnök jelöltje. Ebben is benne Gyurcsány a hibás? Igen, azt hiszem, hogy Gyurcsány is a hibás. Tehát Gyurcsány a hibás, hogy 5 elnöke volt az MSZP-nek, meg 3 miniszterelnök. Hát amikor lemondott a miniszterelnökségről, akkor Spetze nem gondos volt arról, hogy legyenek utódai. Na milyen érdekes ez? Én igazából azt kérdeztem, hogy van-e a DK-nak dolga ezzel a Gyurcsány fóbiával, és tudnak-e valamit tenni, és most belekeveredtünk abban a beszélgetésbe, ami voltak éppen jól szimbolizálja azt, hogy mi megy a vita folyamatosan. Hatalmi problémák vannak. Ez nem Gyurcsány fóbia. Itt az a kérdés, hogy van egy demokratikus koalíció nevű párt, ami sokakat zavar. De hát ugyanígy zavar másokat, meg más párt. Tehát most kezdjem el sorolni, hogy melyik párt nem. Milyen változásokon ment át az elmúlt 10 évben. Meg mennie kell vissza a Kossuth. A demokratikus koalíció köszöni szépen jól van, ma éjszaka pedig a hajléktalanokra gondolunk. És egyébként mondom, minden választáson a DK erős előtt. Ha valaki akar csatlakozni, vigyem forró teát és csatlakozzon? Nyilván természetesen minden ilyennek örülünk. Úgy tudom, hogy lesznek látogatói. Melyik oldalról? Ők is nyilván, de hát ez nem baj. Képviselő, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Nektek is köszönöm, hogy itt voltatok velem. És jön Jakubcsek Gabriella és a Jakubcsek Plusz. De hogy mit hoz ma este Gabi, mindjárt megtudjuk. Szia Gabi! Szervusz, jó estét kívánok! Ma este is jelentkezik a Jakubcsek Plus, ezúttal egy témával, mert hogy annyira fontosnak tartjuk, a téma pedig a meddőség lesz, a stúdióban érintetteket hívtunk 8 óra 30 perckor, mindenkit várok nagy szeretettel. Az meg már csak 2 perc, úgyhogy nézzék a műsort és töltsék velünk az estét, viszontlátásra!